A Bárdos gimnáziumban hétfőn rendben elindultak az érettségik. Örömmel mondhatom, hogy mint a korábbi években, most idén is az érettségi vizsgák rendben indultak, és rendben, szabályosan zajlanak. A második nap tapasztalata alapján is mondhatom ezt. A Városrászló gimnáziumban e tanévben 83 diák végzett. Értelemszerűen ezen diákoknak a többsége középszintű vizsgát tesz, jócskán kevesebb az emelszintű vizsgát tevők száma. Az érettségi vizsga nem csak a diákoknak, hanem a tanároknak is fontos megmérettetés. Úgy fogalmaznék, hogy megmérettetés a vizsga, hiszen az izgalmon túl persze, hogy milyen eredmény származik majd a vizsgák után. Ez a vizsga számunkra duplán is munka, hiszen az érettségi vizsgák mellett mi most úgy időzítettünk, hogy a belső vizsgákat is ezen a héten szervezzük. Ahogy vége az írásbeliknek, a vizsgák befejezését követően már is kezdődnek részben az írásbelik, részben pedig a szóbeli belső vizsgák. A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsga témái nem okoztak senkinek túl nagy meglepetést. Az volt a tapasztalat, hogy ezek a tételek mondjuk inkább úgy, hogy objektívek voltak, tehát alkalmasak voltak arra, hogy a képességet mérjék, hiszen mindegyik típusból választható volt olyan, amelyet a diákok szívesen megcsináltak. A szerzők is szimpatikusak voltak, de összességében azt mondhatom, hogy alkalmasak voltak a tehetség és a képesség felmérésére. A matematikai írásbeli az érettségizők többsége számára talán a legnehezebb. Megelőzőleg a rettegés az úgy gondolom, hogy jó szó, tehát ez így volt most is, bár nagyon nem sistergett a levegő, úgy érzékeltem reggel, viszont a tételek nagyon tetszetősek voltak, tehát a szaktanárok szerint ezekből a tételekből, ezekből a feladatokból, inkább feladatokat mondanék, sikeres vizsga tehető. Két érettségiző fiatalembert faggattunk a matek írásbeli után. Eléggé nehéz volt, mi emelt hatokra járunk, viszont nem tudom, szerintem az előző évekhez képest sokkal nehezebb volt. A matematikai érettségének az első része az előző évekhez képest az hasonló szint, viszont a második rész szerintem az még a közepeseknek az szerintem nehezebb volt sokkal, mint az első rész, és szerintem minket is, emelt matekosokat is megizzasztott. Hasonló a véleményem nekem is. Az első rész az nagyjából ugyanolyan volt, mint amit megszoktunk az előző évekhez képest. A másodikban viszont volt néhány olyan feladat, ami nem volt megszokott az elmúlt évekhez képest. Nem tudom, mond-e bármit, a szórás számítás vagy ilyenek. Végigcsináltam az elmúlt évek érettségi feladatait, és nem nagyon volt köztük maximum egy-egy elvétve. Hát szóval így meglepett, de reméljük a legjobbakat. A további menetrend a következő. A további menetrend, mivel hogy itt az egyeztetésre vizsga után, de nyilvánvalóan az elektronikus felületen lehetőség nyílik, szabály szerint a szerdánapon a történelem lesz, azt követi az angol nyelv, illetve pénteken a német nyelvi érettségi vizsga.